Mindenkit köszöntök itt a... Mondjak címet? Nem mondok címet, mert a titkos minden. Ez a Magyar Kortárs Képzőművészet egyik underground helyszíne. Egy Lego pincében vagyunk. Pólya Zsombor koncepciótágítás című kiállításának megnyitóján. A kiállítás ötlete néhány órával ezelőtt született, és már is megvalósult, és már is be fog fejeződni. Egy munka kerül kiállításra ma, a Képkimérés című alkotás, ami legutoljára, hogyha jól tudom, a debreceni Modernben került bemutatásra, az Ezek a legszebb éveink című kiállításon, amelyről egyébként a héten jelent meg az egyik utolsó írás a pre.hu-n Ács Bálint laptop klaviatúrájából, de még azt hiszem jövőre is fog megjelenni. Ez a munka egyébként lesz majd egy katalógus is ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan, jövő év elején fog megjelenni, és ez a munka az intézménykritika szekcióban kapott helyet, és az intézménykritika szekcióról én fogok írni a katalógusba, és ez a munka a klasszikus magyar neoavangárd hagyományait folytatja, és úgy interpretáltam, hogy egy összekacsintás az egyszerű műkedvelő és a művész között a megfizethetetlen műalkotások világában, és azért is jött ma létre ez a kiállítás, mert szerettem volna egy darabot vinni egy nagyon kedves Londonban élő barátomnak, a Sandynek, akivel holnap találkozom, ma este érkezett, és úgy volt, hogy elkészül a katalógus, és akkor az lett volna Sandykém a karácsonyi ajándékot, de nem készült el, de mindenféleképpen a modemes kiállításra, amit nem tudtál látni, mert hátrányos helyzetedből fakadóan Londonban élsz, szerettem volna, hogyha egy darabot kapsz ajándékba belőle, és akkor jutott eszembe a Zsombornak ez a munkája, és a Zsombort felhívtam, hogy jó lenne, hogyha valahogy meg tudnánk oldani, hogy ebből egy darabot kivághassak neked. És akkor mondta a Zsombor, hogy ezt csak kiállítás szituációban lehet megoldani, így összehoztunk egy kiállítást, pedig senki nem akart már kurvára kortárs képzőművészettel foglalkozni idén, de így 2018. december 21-én mégis csináltunk egy kiállítást, és azért is tetszik, hogy egy Lego pincében vagyunk, mert egy ilyen különböző bulikon a haverjaimnak szoktam, akik szerencsésen nem kortárs képzőművészettel foglalkoznak, azzal példálózni, hogy a szakma néha olyan, mint ilyen korakeresztény szekták, akik különböző a város behálózó katakombákban találkoztak, és ez senkinek nem tűnt fel rajtuk kívül, de ők jól érezték magukat. Néha sajnos a kortárs képzőművészet is ilyen, de dolgozunk azon, hogy ebből a buborékból kitörjünk. Ez a mostani kiállítás, ez nem feltétlenül ezzel a célra jött létre, de ez így is van jól. Egy nagy család vagyunk, itt van a szeretet ünnepe, éljen, és most ki is hasítom magamnak a kis szeletet, majd beleteszem a... És akkor most egy ilyen kínosan lassan 20 percig dobálom a pénzt. És miért pont 2440 amúgy? Ezt 4 hónapig festettem, és egy napom az 20 forintot ért, és ugye 133 napig festettem, tehát 2440 forint. Várj, 2000, jó. Nehogy keveset, az éppen sokat, nem tudom. Szuper. És akkor sky is the limit, vagy mi, hova lőtted be a maximumát ennek? 6 darab kép van, egy 1 hónapos, 2 hónapos és egészen a fél éves képi. Na, tettől feltem. Inkább fölülről. Fölülről? Csak akkor fel is magad. Igen, látjátok, kurjától. Nagyon jó. Szóval, bocsánat. Hány képet készültél? Vagy hány képet készültél? 6 darab. És ez az ötödik, negyedik. És akkor a hatodik
Az ott mennyi lesz az összeg? 3660. Hát, és akkor befejeződik a projekt. A folyamat, igen. Igen, ez érdekes, hogy olyan projektet csinálni, aminek előre lehet látni a végét. Az olyan szomorú pillanat lesz szerintem, nem? Hiányozni fog. Nem fog hiányozni. Nem fog hiányozni? Megunod? Igen. Azt is megértem. Több mint 500 napja festek. Nem könnyű. 2017. Nem könnyű. Augusztusa óta. De kiszámolja. Köszönjük szépen a kiállítás megnyílt, az ajándék elkészült, egy cseréprén szarvasok do it yourself design csomagban fogom átadni Szandrának. A design az Sikei Edikó munkáját dicséri. Köszönjük szépen!